A Netflix ismét elvesztette a felhasználókat, a vállalat szerint 970 ezer előfizető 3 hónap alatt hagyta el szolgáltatását. Ez a legnagyobb veszteség az átvitel történetében eddig, de korábbi perspektíváik még mindig rosszabbak voltak, 2 millió fizetőre számítottak, írja a Tehrunca. A Netflixnek azonban még mindig nincs oka szégyelni a 220,67 millió előfizetőjét, különösen azzal a társasággal, amelynek millió új előfizetője van a harmadik negyedében. A csökkenést inkább az Észak-Amerika régió befolyásolta, és a globális előfizetők továbbra is stabilak. A közelmúltbeli veszteségek miatt érdemes emlékezni arra is, hogy a Netflix létrehozta szolgálatát az oroszországi háborús agresszorban. A 2022-es év nem kezdte meg túl jól a vállalat számára, az első negyedévben először elvesztette a felhasználókat, és a 200 ezer-es csökkenés vonza az intézkedéseket. A 70% esett, ami a Netflix piaci értékének 300 milliárd dollárra 90 dollárra csökkent. Később a részvények értéke visszaállt. Az átviteli óriás reagált az első negyedév veszteségeire. Körülbelül 450 alkalmazottat indítottak el, csökkentették az animációs tartalom számát, elkezdték dolgozni a jelszó megosztással és a Microsoft-tal, amelynek célja egy olcsóbb előfizetési csomag bevezetése. A társaság részvényeseknek küldött levele kiderül, hogy 2023 elején várhatóan mind az olcsóbb reklámszolgáltatások, mind a kiegészítő otthonok további kamatai is megkezdik. Hamarosan a Netflix befejezi a jelszócserét egy új funkció tesztelésére, amelyet a Netflix elkezdi csökkenteni a jelszavak megosztása miatti visszaélések csökkentésében, írja a Tehrunca. A társasága. Az utóbbi időben a bejelentett Emmy jelölések is szomorúak lehetnek a vállalat kreatív alkotóinak, mert bár több tartalommal jelölték meg őket, mint a HBO, kevesebb jelölést kaptak. A HBO 140 jelölést gyűjtött be, ellentétben a Netflix 105-rel. A Stranger Things negyedik évadja szintén sikeres volt, ez a vállalat legervezettebb angol tartalmává vált 1,3 milliárd órával. A Tintahal játék még mindig verhetetlen.